Jó estét kívánok, szeretettel és tisztelettel köszönöm a megjelenteket. Tisztelettel köszöntöm az önkormányzat képviselő testületét, a SZADA megjelent polgárait, vendégeket és az önkormányzat munkatársai, az én munkatársaimat. Megállapítom, hogy az önkormányzat képviselő testülete határozott képes. A közmeghallgatás napirendjére teszek javaslatot. Az első napirendi pont a 2015-ös költségvetésre az önkormányzatnak is ennek helyzete. Erről a beszámolót Török László, a pénzügyi bizottság elnöke fogja tartani. Szakreferens lesz Balogh Mihályné pénzügyi vezető, valami kérdés merül föl. Beszámol a 2015 évben végzett tevékenységről, beruházásokról, egyebekről. Előadója én leszek, a szakreferens a Drozdik Béla építésügyi főtanácsos. A harmadik napirendi pontként a nagyközség polgárainak kérdései, véleménye és javaslata hangozhat el, amelyet jegyzőkönyvbe veszünk és feldolgozunk, illetve valamire helyben választ adunk. Egyben tisztelettel kérem Ciglaréva igazgatási főelőadót, hogy a jegyzőkönyvet vezesse. Akkor a napirendi pontok megszavazását kérem a képviselőtestülettől, jóvá hagyja ezeket a napirendi pontokat a közmeghallgatás. Amennyiben igen, tegye fel a kezét. Megállapítom, hogy a képviselőtestület ezekkel a napirendi pontokkal elfogadta a közmeghallgatást. Át is adom az első napirendnek a szót. Felkérem Török László pénzügyi bizottság elnökét, tartsa meg beszámolját a 2015 évi költségvetésünkről. Az önkormányzat elfogadott költségvetése 2015-ben 885 millió forint. Ez az összeg évközi módosulások következtében 996 millió forint. Ez egyrészt elnyert pályázatokról, valamint az önkormányzat többletkiadásaira egyéb állami finanszírozásból. Az önkormányzat a kötelezően ellátandó feladatokra 178 millió forint állami támogatást kap. A közhatalmi bevételeink, ami nagyon jelentős szadai viszonylatban, tehát itt az iparüzési adó, telekadó, építményadó, kommunális adó, gépjárműadó, egyéb bírságok, talajterhelés. Ez az összeg tervezve 410 millió forint. Valószínűsíthető, hogy az iparüzési adó bevételeinkből és egyéb adóból, tehát gépjárműadóból valamennyi elmaradásunk lesz. Ez idáig ugye a két nagyobb adó befizetési időszak a március 15 és a szeptember 15, és gyakorlatilag egy valamennyi feltöltés, várható adófeltöltés december 20-ával. Ez idáig ez 377 millió, tehát látható, hogy megközelítőleg egy 43 millió forintos adó elmaradás van. A működési bevételei az önkormányzatnak egy 53 millió forintot tesz ki. Ez bérleti díjak, sírhely megváltás, csatorna hozzájárulás és egyéb ellátási díjak összege. Az elnyert pályázatok
ez a harmadik nagy csoport, ami közvilágítása és iskola energetikai fejlesztése, mindösszesen egy 138 millió forint elnyert pályázati összeg van. Ezen felül a költségvetés bevételi forrását a ország és egészségügyi pénztár támogatása, ami a védőnői szolgálat és a közmunkaprogram finanszírozására kerül. Ezen felül a múlt évi pénzmaradvány összege, ami megközelítőleg egy 207 millió forint volt. Tehát ebből tudtunk ebben az évben gazdálkodni. A kiadások nagy része intézményi fenntartási kiadások, amely egy 285 millió forint, tehát itt szembesülhetünk is, hogy egy 178 millió forintot kapunk a magyar államtól az intézményekre, mivel Szada egy kiváló helyzetben van, úgymond az adóerő képesség mutatói szám véget, az adóbevételünkből kell finanszírozni az intézmények háruló kötelező feladatokat, amely egy kötelezően előírt, mint egy 89 millió forint összeg. A másik nagy csoport a bér és járulékok kifizető összege, ez egy 51 millió forint, tehát az intézményi dolgozók. Itt az iskola úgymond adminisztratív munkásai is ebben az összegben szerepelnek, a pedagógusok bérét a magyar állam fizeti. Egyéb működési kiadásunk mintegy 79 millió forint. Hát ez a beruházásokkal kapcsolatos tervezési költségek, illetve műszaki ellenőrzések, bankköltségek és egyéb adminisztratív költségek, bérleti díjak, közüzemi díjak, tehát gázenergia, villamosenergia, csatornadíj. Ez egy 79 millió forintos összeget tett ki. Az ellátottak pénzbeli juttatás, ez egy 4 millió forintos összeg. Ez részben az évelei kifizetések, gyakorlatilag a rászorulók részére. És van még egy másik nagyobb terület, amely az önkormányzat támogatást ad át, ez a Szada Nova Kft. Részére, amely a Szada úgymond községgazdálkodási feladatait látja el, amelyben egy jelentős tétel a hulladékgazdálkodás. Hát itt meg kell említeni, hogy a rezsicsökkentés véget egy fixáras hulladékszállítási díjak vannak, ezt az önkormányzatnak bizony keményen ki kell egészítenie. De ezen felül egyéb fenntartási munkákat elvégez a Nova Kft. Közterületeink rendbetételét, hóeltakarítás, egyebek. A beruházásokra mintegy 343 millió tervezett összeg ebben az esztendőben, de erre én nem térnék ki. Polgármester úr következő napi rendi pontban részletesen tárgyalja. Tehát itt a dióhéjban, tehát utak, közvilágítás, orvosi rendelő, járdaépítés, temetőkerítés, műfűves pálya, és még sok egyéb apró dolog, amelyre gondolom a polgármester úr részletében ki fog térni. Ennyit kívántam elmondani az önkormányzat költségvetésével kapcsolatosan. Köszönöm szépen. Megköszönöm a pénzügyi bizottság elnökének a beszámolóját, és tisztelettel kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban a lakosság részéről észrevétel, javaslat vagy kérdés? Amennyiben igen, akkor tegyék meg. Tekintettel arra, hogy kérdés és szavétel javaslat nem merült föl, ezért még egyszer megköszönöm a beszámolót, megköszönöm akkor Balogh Mihálynak, aki a munkatársaival előkészítette, Török Lászlónak, aki ebben mint elnök közreműködött és előadta, akkor ezt a napi rendi pontot úgymond le tudjuk zárni. Áttérnénk a második napirendi pontra, ami hát engem terhel, örömmel teszek neki eleget. 2015 évet, hát nehézségekkel, de örömmel kezdtük, mert
láttuk azt, hogy ebben az évben azért itt jelentős dolgokat tudunk végrehajtani. Az egyik ilyen alap azért azt meg kell mondani, hogy az áthúzódó beruházás félretett összege, az nekünk nagyon jó jött, az a 207 millió forint, mert hát azért pénz nélkül nagyon nehéz gazdálkodni, tehát mi 2014 őszén, amikor nem indítottuk el a beruházást, mert nem tudtuk, akkor számítottunk arra, hogy ezzel az összeggel és majd a beruházás megindításával, tehát tudunk ezzel is gazdálkodni, és a 2015-ös betervezett költségvetési számokkal tudunk előrelépni. Ennyit előjáróban, és annyit, hogy ennek tükrében, hát elkezdtük a 2015-ös évet, elmondanám a főbb beruházási dolgokat, amelyeket végrehajtottunk, és annak a forintális összegét is. Az első ilyen beruházásunk, ami elindult, az a Vasút utcai járda és Gavion támfal, ami a Mijároki átterész mellett húzódik. Ez a Dózsa-György úttól tartott a Mondéig. És van egy másik, a Csapás út, tehát a Dózsa-György úti buszmegálló és a Csapás út közötti járda. A Vasút utcában egy aszfaltozott járdát készítettünk el, 476 méter hosszan, 2 méter szélességgel, szegélykővel, bitumen felülettel, mélyárok feletti híd mellett a járda vonalán ilyen gabion támfalat építettünk. Egy nagyon kultúrált építészeti megoldásra sikerült ezt megoldani. Azóta is, tehát akivel beszélek és beszéltünk itt a testület részéről, megelégedéssel nyugtázták ennek a járdának az elkészültét és a minőségét is. Itt persze még ugye egy korlát is, tehát a költségeket növeltem. Ezzel párhuzamosan, amit említettem, a Dózsa-György út elején a buszmegállótól a Csapás utcáig tervezett gyalogos járda is elkészült, szintén aszfalt burkolattal kivitelezve, 78 méter hosszan, másfél méter szélességgel kialakítva. A kivitelezés, a közbeszerzése a Penta Kft. Gödöllő nyertel, és ő végezte. A vállalási és a bekerülési ár bruttó 26,6 millió forint volt. Ez az ajánlatok közül a legolcsóbb és a legjobb ajánlat volt. A minőséggel kapcsolatban el kell, hogy mondjam, hogy még egyszer hangsúlyozom, kiváló minőségű munkát végeztem. A másik ilyen jelentős beruházásunk volt a temetőfal, illetve urnafal, mert ugye ez kettős cél szolgál. A temetőnk fala rendkívül módon megrongálódott, már nem volt méltó a temetőhöz, és újjá kellett építeni. Ha tiszteletbe tartjuk az ottan elhunyt hozzátartozóinkat, akkor ugye ezzel foglalkozni kellett. János főépítész tervezte a temetőtámfalat, és ennek a tervezésnek a kivitelezést, a megfelelő formát adott. Közben működött a Költő András, a porcelángyár tulajdonosa, mert az egyházi és egyéb ilyen jelképeket, ugye abból készítették el a urnafalnál. Ez egy ilyen régi tégla burkolatú cseréplefedésű, mindenki, gondolom már mindenki megnézte, látta, tehát egy nagyon szép kivitelezésű. Egy Tóth Zoltán kövüvesmester vállalkozó készítette, véleményem szerint, de nagyon sok hasonló vélemény van, volt egy-két ellenvélemény is, meg kell mondjam, tagadhatatlan, de ez egy nagyon szép kivitelezés és szép formájú kerítés és belül urnafal, ami méltó ehhez a
temetkezési helyhez. A kerítés hossza 58 méter, amelynek a belső oldalán 186 darab urna hely helyezkedik el. Az urnafülkék körül hagyományos temetési sírkövek utánzatú fal burkolata látható, kiemelve ezzel a kegyeleti hely meghittségét. Az építési munka bruttó 9,3 millió forintba került. Amikor ezt láttam építeni, és amikor elkészült, direkt nem néztem meg előre az összeget, én többre satszoltam, meg nem próbáltam visszaemlékezni, hogy mit fogadtunk el. Én többre satszoltam, ez a 9,3 millió forint. Úgy mondtuk ott egymás között, hogy ez a kőműves mester, hát nem biztos, hogy ezen a munkán nyert, de nagyon kultúrált kivitelezést hajtott végre, tehát csak dicsérni tudom a Tóth Zoltán kőműves mester. A következő ilyen beruházásunk, amivel foglalkoznánk, a Rákóczi út egyben a szám alatt lévő 30 éve társadalmi munkába készült orvosi rendelő átépítése és egy kis felújítása. Eddig úgy volt az orvosi rendelőnél köztudott, hogy ugye a két orvos, a dr. Szemerédi és a dr. Ács egy rendelőben rendelt, azonos eszközöknek, Szemerédi úrnak a saját eszközeit használta az Ács úr is, tehát eléggé komplikált volt ez a rendelés, egy ekkora lélekszámú nagyközségnél már ez nem igazán kultúrát is követhető, meg egészségügyileg is már megkérdőjelezhető. És hát itt közben jön egy kis olyan, amit jó, ha a nagyközség lakossága tud, hogy a Margita idősek otthonának a felső épülete a Szabadságúton az megyei hatáskörű szervezet, és megszüntette ott az idősek ellátását. Magyarul felszámolta, ott állt ez az épület, romosan, koszosan, piszkosan, roncsbútorokkal telítve, és hát meg kell, hogy mondjam, hogy nézegettük, és akkor arra a döntésre jutott a képviselőtestület, hogy az állami vagyonkezelő felé kérelemmel él, hogy az állami vagyonkezelő ezt az épületet engedje át az önkormányzatnak, és az önkormányzat írni kellett, hogy mire akarjuk, aztán hogyan, minden, akkor ezt az épületet átépíti, felújítja, és az első lépcsőben, mert lehet, hogy lesznek későbbi lépcsők is, az első lépcsőben a védőnői hálózatot ide helyezi át, és ezzel a volt 30 éves orvosi rendelő és mellette lévő védőnői hálózat ketté szakad, úgymond, tehát a védőnők egy új épületet, elhelyezést kapnak. Ezáltal a felszabadult területet, ha felújítjuk, akkor az orvosoknak, a két házi orvosnak önálló rendelőket tudunk kialakítani, tehát önálló rendelője van már, most már így mondom, hogy van, tehát már a jelen időben is van az Ács doktornak, és önálló rendelője van a Szemerédi doktornak. Ez egy óriási megkönnyebbülés. Az önkormányzatnak kiadásokat jelentett, mert ennek az épületnek az átépítése, amit megkaptunk, ugyanakkor az orvosi rendelőnek az átépítése, felújítása, hogy a két rendelő létrejöjjön, valamint az orvosi rendelő eszközeinek a pótlása, illetve az egyik orvosnak a rendelőjének jóformán az egész anyagigényét figyelembe vettük. Tehát ennek a pótlása azért egy pár forintba belekerült, de a nagyközség lakosságnak az ellátása érdekében én azt hiszem, hogy ez a pénz jó helyre került, tehát egy kultúrát orvosi rendelőbe tudja majd fogadni a mindkét orvos a betegeit. Így gyakorlatilag két problémát tudtunk megoldani. Nézem az adatokat.
Hát amit még itt el kell mondani, hogy megpróbáltunk abban az elfeszülnek maradni, hogy ha egy mód van rá a kisebb beruházásoknál, ahol nem kényszerít bennünket különböző közbeszerzés meg egyéb, akkor a szadai vállalkozóknak adjunk munkalehetőséget. Ezt meg is tettük, mert a szadai vállalkozókat versenyeztettük, és a vízgáz szerelésnél a Bajkait, a festőkőműves munkánál a Rusi Kft-t, valamint a villanyszerelési munkánál a Sánta Vilmos urat vettük igénybe, és itt az orvosi rendelő kialakítása így a helyi erők igénybevételével 5,5 millió forintba került az önkormányzatnak. Azért, hogy mindenki tudatában legyen annak, hogy mi nem 5,5 milliót szántunk erre, több pályázati lehetőség is megjelent az interneten a belügyminisztérium részéről. Mi ezeket a pályázati lehetőségeket minden esetben figyelemmel kísérjük és kísértük, és a pályázatokra, tehát jelentkeztünk is, sajnos nem nyertünk, tehát elutasították, mert úgy terveztük, hogy még szebbé, még modernebbé, meg tetőcsere, meg tehát sok mindent lehet. Tehát hosszabb időtartamra szeretük volna az orvosi rendőrt úgy kialakítani, ahogy hát már jó lett volna a 21. században. Ez is nagyon jó, amit megcsináltunk, de ez, amit terveztünk, ha kapunk pályázati pénzt, akkor 22 millió forintot tudtunk volna, és nem 5,5 millió forintot. Tehát a kettő között jelentős számszerű különbség van, meg minőségi különbség is, de hát ezt tudomásul kell venni, hogy szegény ember az egy kicsit vízzel is főz, tehát nem csak hússal. Tehát ez így történt, de büszkék vagyunk arra, hogy a két házi orvosnak önálló rendelője van, tiszta, kultúrát, rendezett és a berendezést is biztosítottuk előtetővel, mindennel a környezetét rendbe tettük. Még ott lesz egy kis munkány, ha valaki járt arra, a parkolót megbővítettük, azt a nagyon csúnya tujákat onnan kivettük, csak egy sort hagytunk meg, és ott is, tehát a parkoló burkolatát a jövőben meg fogjuk csinálni. Ott van egy út, annak akár a gyűrűjét lesvíjesszük, megfelelő teherbírású tetővel el fogjuk látni, meg van ott egy vezetékakna, annak a tetejét is egy teherbírású fedővel, és ott egy csodálatos, szép parkolási lehetőséget fogunk biztosítani, mert már indokolt és kell is, mert annyian mennek ugye az orvosi ellátásért kocsival. A kifordulás a Rákóczi útra, kilátás minden, tehát kultúráltan biztosítva, tehát úgy lett kialakítva a hely. Ennyit az orvosi rendelőről. A védőnői szolgálatról, a Szabadság út 15 szám alatt, amiről beszéltem, azért mondtam, hogy első lépcső, gyönyörűen meg lehet csinálva, az újságban lehet látni a külső képét, ha valaki kíváncsi, akkor a védőnőkkel bármikor fölveszi a kapcsolatot, meg lehet belülről is nézni. Tehát egy nagyon szép kultúrált környezetben, csodálatos, hatalmas parkrészsel, a parkot is rendbe tettük, mert ott szinte hát őserdő volt, meg minden, tehát szépen rendben lett. Egy csodálatos parkolót alakítottunk ki, járdával alakítottunk egy olyan följárót, ahol nem csak tolókocsival, vagy bármivel, babakocsival, bármivel föl lehet menni, tehát gyakorlatilag a funkciójának tökéletesen megfelel, ahogy építészetileg ez meg lett oldva. A második lépcső, ami a gondolatainkban benne van, ez megint pénz kérdése, lehetőség kérdése. Ahogy a nagyközség lakossága növekszik, elképzelhető, hogy gyermekorvosi dologba kell majd gondolkodnunk. Na most amennyiben erre sor kerül, ez az épület akár a tetőtérbeépítéssel, akár épületbővítéssel, mert hatalmas a
parkrész, tehát megoldható, hogy oda egy gyerekorvosi rendelő épüljön. Ez pénz kérdése, épület építészetileg hozzá lehet úgy tenni, hogy csodálatos, tehát nem bontjuk meg az összhangot, tehát vannak megoldások, és a tetőteret is föl lehet erre a célra használni. Bízunk benne, hogy lesznek jövő nemzedéket pártoló kormányzati intézkedések, amelyek egy pályázatot biztosítanak a számunkra, és a pályázatból meg tudjuk oldani. Ennek az épületnek az átépítését, kivitelezését a Molnár József vezette Épp Komplex Kft., ez a gödöllői cég, az végezte el. Hát meg kell mondjam, hogy azt tudom mondani, szerencsénk van a kivitelezőkkel, mert rendkívül kultúrált módon, és a másik olyan a kapcsolat, hogy bármi kifogásunk van, már átadták műszakilag, de azt mondom holnap, hogy jöjjön oda, mert valami nem tetszik, megcsinálja. Tehát olyan az emberi és a szolgáltatási kapcsolat, hogy nincs olyan gondunk, hogy átadtam és most már nem érdekel. Ennek az épületnek a kivitelezési munkájára bruttó 20,6 millió forintot költött az önkormányzat. Ami nagyon fontos és ide kapcsolódik, hogy arról beszéltünk a megelőző időszakban, amikor csináltuk az úthálózat felújítási, illetve útépítési tervét, akkor azt mondtuk, hogy két dolog változtathat a sorrendben, mert amikor beállítottuk sorrendben az utcánkat, akkor mindig azt néztük, mennyire lakott, mennyire veszélyeztetett, mi a prioritása annak az utcának, és ettől eltérni akkor lehet, ha a lakosság összefog, és 50%-át a bekerülési költségnek leteszi, akkor őket, ha ők 2025-re vannak ütemezve, akkor is előre vesszük, és megcsináljuk. És az önkormányzatnak van egy olyan rendelete, amely kimondja azt, hogy azon utca lakói, akik ezt megteszik, ezt a kezdeményezést, azon utca lakói előnyt élveznek mindenkivel szemben, és az önkormányzat mellé tesz, tehát az ő 50%-ot mellé teszi a másik 50%-ot. Tehát ha egy út 6 millió forintba kerül, ha 3 milliót összeszed a lakosság, akkor 3 milliót vértizzadva is, vagy bárhonnan átcsoportosítva vagy elvéve, oda fogja tenni az önkormányzat. Ezt mi rendeletbe foglaltuk, tehát állni kell a szavunkat, álljuk is. Van most is erre kezdeményezés, majd erre rá fogok térni, és még van a kezdeményezés mellé egy új javaslat is. Akkor, amikor a védőnői ház kialakítására, tehát megkaptuk a állami vagyonkezelőtől, akkor döntöttünk arról, hogy ugye megcsináljuk a védőnői ház átépítését, felújítását, komplett parkolóval mindene, de akkor jött ez, hogy az útépítésnek mi a prioritása. És akkor azt mondtuk, hogy kérem szépen, ha védőnői házat létesítünk, vagy netán később orvosi rendelő, akkor nekünk kötelességünk oda megfelelő gyalogos és gépkocsi közlekedést biztosítani. Na most a gyalogos közlekedés csak egy kis szakaszon kellett most megoldani, egy olyan 80 méteres szakaszon, mert a többi, a szociális otthon mellett a kisút, az már évekkel ezelőtt szépen meg lett csinálva a kultúrát, kivilágított, nagyon jó. A hiányzó 80 vagy nem tudom hány méter, az most készül, ugyanakkor a gépkocsi közlekedést a Martonyi úrékháza felől, meg lentről a Szeszfődétől, mindegy, hogy honnan nézem, tehát a Szabadságút felső részénél, hát áldatlan állapotok voltak, csak most az utolsó felőszakadást, ha nézem,
akkor ott a Rába Pisztinái környékén körülbelül egy trabant fért bele a horhosba, akkor a horhos volt. El lehet képzelni, hogy hány tonna kőzet ment oda bele? Egy 30 tonna nagy követ kellett bele, és utána még a tetejét apróval meg egyéb megcsinálni. Ez mind kidobott pénz, mert gyakorlatilag a legközelebbi esőnél mellette fogja kimosni a horhos. Na most összekötve a praktikusat, meg azt, ami követelmény, prioritás, tehát összekötve a két dolgot, hogy ez egy lejtős útszakad, és hát mindig elmossa a víz. És az, hogy most nekünk prioritást kell adni a védőnői ház miatt, hát úgy döntöttünk, hogy ennek az útnak a megépítését előtérbe helyezzük. Így megépült a Marponyi féle háztól, onnan a Göcparttól végig le, majdnem a Szeszlődéig megépült a aszfaltút. Ugyanehhez kötődik a másik bejárata, a Konszköz. Megcsináltuk a Konszháztól, amiről a Konszköz az elnevezést kapta, a Konszháztól megcsináltuk a Dózsa-György útig az utat. Mind a két út elkészült, ők kaptak prioritást. A Dózsa-György úttól a Konszköz 152 méter hosszban és 4 méter szélességben készült el. A lakosok egy kicsit aggályosnak vélik a falépítést, a támfalépítést, mert az érzet, megmondom, én is ott járok, nekem is egy kicsit rossz az érzetem, mert félek a másik kocsi mellett elhaladni, de gyakorlatilag 40 centivel szélesebb utat kaptunk így, és egy rendes aszfaltutat, csapadékvíz elvezetéssel, mint ami volt. Mert régen úgy tudtunk kitérni, ha kimentünk ott az oldalba, hát most 40 centivel szélesebb, nem nagyon kell kimenni, csak nagyon szépen kell egymás mellett elhaladni. A 30 kilométeres távra érvényes, és ha valaki a közlekedési etiketet betartja, akkor ez az út járható, el lehet egymás mellett menni, amennyiben nem tartják be. Én nekem kétszer törték ott a kocsimat régen össze, tehát a szabálytalan emberek ellen nincs védekezés, ott sajnos valami mindig történik. Úgyhogy ez az egyik. Most maga a Szabadság utca, amiről beszéltem, 453 méter hosszban készült el, nagy részt 4 méter, és egy kisebb szakaszon 3 méter, mert nem akartunk kisajátítást meg egyebet végezni, nagyon megint egy évet elvett volna az életünkből, hanem többet, mert kisajátítási eljárás nem olyan egyszerű, a tulajdonos nem, így, stb. Ez nem kiemelt állami beruházás, tehát nem lehet úgy, mint a gáztő lefektetésnél, ha tetszik, ha nem, akkor megcsináljuk, és a szolgálmi jogot meg egyebet bejegyzik, ez csak önkormányzati beruházás. Ennél a kisegyártítási procedúra sokkal körülményesebb, és hát forintálisan is. Mi már nem fértünk volna abba bele, hogy az összes tulajdonostól most ott megveszünk, meg kisegyártítjuk, meg mit tudom, és ez nem. Úgyhogy itt 4 és 3 méteres szélességgel, ezeket gyakorlatilag így hajtottuk végre, és akkor visszamennék, hogy ezzel párhuzamosan, mivel a Penta Kft. Végezte ezeket a munkákat, és ezzel párhuzamosan készült a Rákóczi út és a Posta köz. Na most, a Rákóczi útnál azért el kell mondanom, hogy óriási gondjaink voltak, mert az egész önkormányzati épület alatt, meg a Dózsa-György út alatt egy olyan vízforrás rengeteg van, ami szinte az egész építkezés alatt meg kihívtuk a vízművektől kezdve mindenkit,
röggennel, meg elektronikával mindennel vizsgáltuk, honnan jön, mert azt hittük, hogy csőrepedés van, vagy mit tudom én, hogy a Drozdik úr állandóan cibálta ezeket az embereket, különböző mérőműszerekkel jöttek. Nem, hát akkora erős forrásvíz van, nem is talajvíz, ez forrás, szinte forrásvíz, ami jön. Ezt aki arra régen is járt a Ballaközbe, és mindig folyt a víz az üzlet épület, a kópnak a udvara felől is mindig folyt a víz, az önkormányzat pincéjében is majdnem mindig megjelenik a víz. Tehát ez egy rendkívül komplikált dolog volt a víz miatt. Volt olyan, hogy reggelre, amit ott kiástak, reggelre megtettél ligérő vízzel. Ez volt az egyik. A másik, ugye, hát volt egy lakossági ellenállás is, ami egy kicsit hátráltatott, meg volt ennek előzménye is, és nem akarta egyik kivitelező se vállalni. Én megmondom úgy, ahogy van, a végén egyedül maradt a Penta, és azt is rá kellett beszélni, hogy vállalja már el, hát meg kell csinálnunk az óvoda miatt. Meg hát ugye az óvoda miatt nekünk előírás volt, hogy meg kell csinálni az utat, végpedig fekvő rendőrrel, közlekedés lassító dolgokkal, járdával, mindennel. Hát, Uram Isten, hogy legyen? Hát a végén rá tudtuk bírni a Penta vezetését, hogy vállalja el, mivel már csak ő maradt egyedül a palettán, elvállalta. Nagyon sok gond volt még azzal, hogy ugye itt az összes vezeték, villanyvezeték, különböző kábelek, tehát itt az internettől kezdve mindenféle telefon, meg egyébként mindennek le kellett kerülni a föld alá egy kábel csatorna hálózatba. Hát ez volt még a másik. Ezeknek az alvállalkozóknak, hogy időben megcsinálják, hogy ott legyenek, hogy végrehajtsák. Hát szóval nem volt ez egyszerű dolog. Az egyik ezért nem jött, a másik azért nem jött. Most esett az eset, ugye 3 hetes eső is beleszólt a dologba. Hát egy rendkívül nehéz kivitelezés volt, és hát a postaköz volt talán egy kicsit egyszerűbb, és még a végeken, a legvégén, a hídnál még mindig dolgoznak gyakorlatilag, kiegészítő munkálatokat végzik, mert maga a főútvonal az már át van adva, és közlekednek is rajta, és bízok benne, hogy örömmel, mert egy csodálatos, szép európai kisvárosi út jött létre, szó szerint kisvárosi, csapadékvízelvezetés, járda és kandeláberek, tehát egy olyan környezet, ami még kell rajta javítani, az önkormányzat varodai épületének a falánál, meg itt ott, tehát még lesz rajta, amit javítani fogunk is, meg a látvány az óvoda felől a Kóp oldalfal, illetve a Ványiház oldalfal, tehát kell javítani. Fogunk is javítani, mert van szép érzékünk, van igényünk, ez is pénz kérdése, meg beruházási lehetőség kérdése. Még annyit, hogy a Rákóczi út 224 méter hosszú és 5,5 méter széles lett. A járda 250 méter hosszú és átlag 1,5 méter széles kiemelt szegélye. A postaköz 97 méter hosszú és 6-7 méter változó szélességű, tehát két irányú forgalomra alkalmas. Na most a lakossági igényeket, meg kéréseket figyelembe vettük. Egyelőre a Rákóczi út egyirányú, ezt az ígéretet adtam a lakosságnak, szeretném betartani. Nagyon nagy nehézséget okoz ez a falunak, majd egyszer be fogják látni, mert ha valaki csak önmagát nézi, és csak azt nézi, hogy neki jó legyen, az nem jár helyes úton. Mert ha valaki lemegy a Vasút utcához és megnézi az ott lakókat, valamikor a Vasút utca kijáratnál áll az első autó és a második autó már a Mondinok a hátsó bejáratánál. Hatalmas kocsisorok sorakoznak, és a közlekedés rettentően nehéz. Na most ez azért egy bizonyos fokig, ez a szűkített dolog,
itt, ahol gyakorlatilag kényelmesen tudnak két autó közlekedni, tehát ez is befolyásolja. Ma kaptam egy telefont, mielőtt jöttem a ülésre, hogy miért nem intézkedik már, hogy a Székely-Bertalan úton a kétirányú forgalom megszűnjön. Mi ezt már nem bírjuk. Meg kell mondjam, hogy hát mondtam, hogy a közúti igazgatóság, amikor beadtuk a kétirányítésre a kérelmet, 3 hónap múlva kegyeskedett kihelyezni a táblákat. Mondtam az illetőnek, hogy be van adva a kérelem, hogy szüntessék meg a kétirányú forgalmat, állítsák vissza az eredeti helyzetet, de körülbelül 3 hónap múlva várható az intézkedés. Én nem vagyok hatóság, én nem nyúlhatok a táblához, mert ha én nyúlok a táblához, az büntetőjogilag engem terhel, nem nyúlhatok. Ez közlekedésbiztonsági feladat, ezt a közútnak a közlekedésbiztonsági osztálya végzi. Majd várom, és úgy megkérdeztem, hogy kezit csokkolom. Jól tetszik lenni? Igen, én is. De ha egy ezred része kocsi megy el önök előtt, így a kétirányú forgalomnál, mint ami elmegy a Vasút utcánál, hogy érzi magát az másodrendű állampolgár, aki a Vasút utcában lakik? Vagy harmadrendű? Ha nincs megértés egymás iránt, nincs empátia, nagyon nagy baj, nagyon csak én. A német mondta, hogy én, s harmadszor is én. Ez nem jó. Nem lehet így gondolkodni. Tehát reálisan kell látni, hogy a falu közlekedését, ha beszűkítjük, az valahol kidudorodik. És azok az emberek tényleg rettenetes kárt szenvednek, mert nem mindegy, hogy valaki előtt egész napot állnak a kocsik, vagy valaki előtt csak elsuhan egy kocsi. Még annyit, hogy ugye ezeknek a kivitelezését, ahogy említettem, a Penta Kft. Végezte Nagy Gábor vezetésével. A terveket az Eskeres Terv Kft. Szabó András készítette. Hát a Rákóczi út, Postaköz, Konckőz, Szabadság út, tehát 4 területről beszélünk. Ennek a 4 területnek az együttes építési, kivitelezési költsége nettó 117,5 millió, bruttó 149,3 millió forint, tehát durván 150 millió forint. Nagyon olcsón megúsztuk. Aki ért hozzá, az ezt nagyon jól tudja. Amit még a beruházásokról, hogy közben ugye volt nekünk egy közvilágítás korszerűsítése pályázatunk beadva régebben, amit elutasítottak. Úgy alakult az állami szférába a pénzeknek, meg a feladatoknak a elosztása, hogy maradt pénz, és országgyűlési képviselők Vécsei Laci mondta, hogy gyerekek, adjátok be, most nyerni fogunk, mert maradt egy kis pénz. Hát külön köszönet neki ezért, hogy fölhívta a figyelmet, meg segített a háttérből, beadtuk, meg is nyertük, mert ugye ezt már itt decemberig el kell számolni a államnak a EU-s pénzekkel. Be is adtuk, meg is nyertük, 80 millió forintot nyertünk így, és 20 millió forintot kellett a nagyközségnek erre áldozni, ami egy nagyon-nagyon pozitív mérleg, hogy miért, megmondom. Hát a szakemberek 50-58%-ot, de én azt mondtam, hogy csak 40%-kal kisebb energiafelhasználás és bekerülési költség van az energiafogyasztásnál, akkor ez rövid időn belül megtérül. Most ez a korszerű ledes világítás, ez nem egy évre vagy 2 évre szól, ez hosszú időre szól. Tehát sokat nyertünk ezzel,
Nekünk ez a 20 millió forint rövid időn belül vissza fog térülni, megtérül, és utána jóval kevesebb energiaköltségekkel számolnunk, és a 80 millió forintot meg a pályáztatónak, az államnak köszönjük, mert ez nagyon jó lett, és ahol, tehát 913 égőtestet tudtunk kicserélni, ennyi volt a terve, hát egy picit 20,9 millió volt a miénk, tehát én csak kerekkel 20-at mondtam. Hát durván ennyit a 2015-ös munkálataikról, amit az önkormányzat menedzselt, végrehajtatott, csinált. És azért hadd szóljak egy-két dolgot még, hogy folyamatban vannak most is még beruházásaink, ami hát, nagyon pozitív dolog, és bízok benne, hogy jó minőséggel végre tudjuk hajtani. Ilyen az iskolai épület energiatakarékos külső felújítása, hogy ez mit takar. Az iskolai épületünknek, amióta megépült, a régi fatókos nyilászárói voltak, amelyek hát ilyen szélfújta nyilászárók. Magyarul a fűtés nem csak a teremre, hanem az udvarra is szólt, és ez egy kicsit költséges dolog. Ugye mindenki a családi háznál is igyekszik, ha nem tudja kicserélni az ablakot, akkor ablakpárnát tesz be, vagy valamilyen szigetelő anyagot. Hát itt volt egy lehetőségünk, és pályázati támogatást kaptunk erre. Ez megint egy ilyen visszavonat pénz volt, itt is Laci is segített, tehát sok minden itt szépen közrejött, és neki duráltuk magunkat. És ennek az összege 59,3 millió forint. Már úgy tudom, hogy az utolsó sémítások mennek, tehát a nyílászárók azok már ki vannak cserélve, és a hőszigetelés is 90%-ban kész van. Ahol kész van a hőszigetelés, ott megy a külső festés, tehát a külső vakolattal való ellátás, tehát rövid időn belül befejezik. Itt is a kivitelező az Ép Komplex, aki a védőnői házat csinálta, vele tudtunk szerződést kötni. Hát itt is egy olyan szituációba kerültünk, hogy megkaptuk ezt a maradék pénzt, de egy hónap alatt csináljuk meg a munkát. Na szóval azért ez nem gyerekjáték. Ekkora iskolának, ilyen emeletes épületnek az állványozásától kezdve az összes nyilát közbe a közel 400 gyereknek a csoportosítása, oktatása, elhelyezése, szóval ezek nem kis feladatok voltak, de a kedves kollégák, tanárok, mindenki itt, hogy úgy mondjuk, úgy működött közre, ahogy azt egymástól el is kell, hogy várjuk, meg el is várhatjuk. Tehát ez volt az egyik, ami még nem került átadásra. A másik ilyen folyamatban lévő, itt az iskola régi tornapályáján, fönt a domboldalon, a napellem domb alatt egy műfűves pálya építése, amely az MLS hirdette meg a pályázatot. Ebben a pályázatban be tudtunk kapcsolódni, és hát durván egy másfél hét múlva ez is átadásra kerül, ami hát azt jelenti, hogy a Szadai önkormányzatnak a pályázati önrésze durván 8 millió forint, 7,98 millió forint, a bekerülési költség az eredeti terveke 32,5 millió forintnak volt jelölve. Ilyen még a határút építése, Szada és Verseslyház közötti út, amelynek meg elkészítettük a terveit. Ezt már a nyáron el tudtuk volna kezdeni, még a szabadságút előtt is, ahogy tetszik. Nem tudtuk megcsinálni, mert nagyon sok ember azt kérdezi, hogy miért ekkor, miért akkor? Tehát nem tudja azt, hogy mennyi hatósági engedélyezés, meg mennyi munka van el mögött, mire oda jutunk, hogy igen.
Hát itt a DNRV szólt közben, mert ugye olyat nem lehet csinálni, hogy megcsináljuk, mit tudom, júliusban az utat, és szeptemberben fölvonjuk teljes egészében. Mert akkor meg azért kezdik dicsérni az embert ilyen H betűs jelzővel, ami nem esik jól, hogy hogy történhetett ez. Na most, hál' Istennek a Drozdi kollégám jegyző úr, tehát mindenki odafigyelt el, és hát DMRV-vel egy folyamatos kapcsolat volt, és hát mondtuk nekik, hogy hát SOS-be jöjjenek, és az egész határúton a visszatékhálózatot cseréljék ki, mert ugye olyan állapotú volt, hogy ki kellett cserélni, és hát nekünk útépítési feladatunk van. Hát sajnos, hát két hete vagy három hete fejezték be, körülbelül két hete fejezték be. Hát most ott állunk a nagy szmötyibe, hogy így nevezzem, sárba, meg mindenbe. Megpróbáljuk, ha nem lesz, tehát elmegy az kezdeti fagy, és utána ilyen tocsogós karácsonyt meg egyebet mondanak, akkor megpróbáljuk az idén, ha nem, akkor csak előkészülünk, és márciusban újra kezdjük, ugye ezt mondták 56-ban is, márciusban újra kezdjük, tehát múltunk. De ez is egy folyamatban lévő beruházás, költségkeretet félretettük rá. Ennek az utcának a 50%-os költségét Versenytyánváros állja, mert az egyik oldala már Versenytyán, azért határút, itt húzódik a nagy nemzetközi határ, a másik oldal a Szada, és így hát a 16 millió forintos árba, és a bruttó költség az 22 millió, tehát a nettó költség az 16 van. Így a két önkormányzat fogja majd ennek a költségét állni. Van egy folyamatban lévő nagyon szépen alakuló utunk, ami hál' Istennek okos gondolatai is vannak három önkormányzatnak, Versetyán, Erdőkertes és Szadának, egy térségi víztársulást hoztunk létre, ami hát azt jelenti, hogy a DMRV-vel egy kicsit hadakozunk, és a bevételekből, tehát a társaságnak van bevételi forrása, és ebből a bevételi forrásból részarányosan tudunk fejlesztésre felhasználni, és mivel a Kisfaludi utcába csatorna építés volt az elmúlt időszakban, a csatorna építés után a helyreállítás nem olyan szinten történt meg, hogy az útnak nevezhető legyen, rettenetes állapotok voltak, ezért ez a kistérségi társulás, a három önkormányzat társulása a fennmaradó pénzből, tehát 20 millió forintot szavazott meg Szadának, és ez a Kisfaludi utca burkolat helyreállítására szavazták meg. És hát meg kell, hogy mondjam, hogy útépítőket meghazudtoló technikával és technikai gyorsasággal már van egy szakasz, ami aszfalttal ellátott csodálatos szakasz. A többi is már kb. 60-70%-nál tartanának hódmezővásárhelyről egyedi gyártású kifolyókákat tervezett a tervező, mással a lejtési szög miatt, mással nem helyettesíthető, és nem tudnak tovább haladni, ott van készenlétben 8 ember, mert várják most csütörtökön délben fogja a hódmezővásárhely állítólag szállítani az első egyharmad kifolyókát, és utána majd bízunk benne, hogy a szállítás folyamatos lesz, és ahogy haladnak az utcán lefelé, behelyezik a visszerelő folyókákat, utána lehet aszfaltozni, tehát lesz megint egy csodálatos hegyi utunk, ami kifogástalan csapadékvíz elvezetéssel és járhatósággal fog rendelkezni, de már aki arra jár, megcsodálhatja, mert én tényleg nagyon meg vagyok velük elégedve.
Most jön az, amire nagyon felhívnám a szadai lakosok figyelmét. Ugye van nekünk egy járda, út és járda programunk, ezt nekem nagyon sokszor az otthonmarad dörzsölik, és azt hiszik, hogy ez szentírás. A szentírás az a Biblia, ez nem Biblia. Ez egy irányadó valami, tehát ahogy mondtam, ettől prioritása lehet valaminek, és a valami, meg a fontosság, meg a valami, ha a lakosság összefog, és a felét összeadja a pénznek. Van egy Bárci József nevezetű Panoráma utcai lakosunk, aki már 2010-ben csinált egy lakossági összefogást, és a Pazsaki Margit a mélyesült építésnél működött közre, és eredményesen. Akkor is az önkormányzat a másik felét állta. Na most, ez a polgári aktivitás és ez a szervezés, összefogás, ez nagyon-nagyon példaértékű. Tehát nem szájtárti módon, hogy ő neki utca kell, ő már 5 éve itt lakik, miért nincs utcája, tehát nem így áll hozzá, nem úgy áll hozzá, mert ő nagyon jól tudja, hogy van olyan 50-60 vagy 100 éves régi Szadai utca, aki még mindig nincs leaszfaltozva. Tehát ha igazságosak vagyunk, akkor ezeket is figyelembe kell venni. Nem így áll hozzá, ő úgy áll hozzá, ő szeretne utat, megbeszéli a szomszéddal 3, 4, 5, 6, 10 utcabelivel, és megpróbálja őket rábeszélni, hogy álljanak össze, és dobják össze a felét, mert az önkormányzatnak van egy saját rendelete, ami azt mondja, hogy amennyivel a lakosok 50%-ot leteszik, akkor az önkormányzat mellé teszi 50%-ot. Most ez a jó ember megint szervezett egy ilyen összefogást, és a Szurdok és Panoráma utca építésére már 3,9 millió forintot összegyűjtött. Mellé fogjuk tenni a mi felünket. És az idő engedi, akkor ebben az évben, nem akkor márciusban meg fogjuk csinálni. Tehát prioritást kap. Beszélgettünk a jegyző úrral dél előtt, és felvetette, hogy meg itt a képviselő uraknak is felvetette, és ezt messze menőkig támogató és nagyon jó ötletnek tartom, meg fogjuk hirdetni ezt az egész faluval, hogy lássatok példát, és azt, hogy ha kell, akkor mi önkormányzati szinten bevonjuk a hitelező cégeket, többek között elsősorban, inkább így mondom, a Fundamentál, aki ha valaki olyan nehéz helyzetben van, hogy ő havonta tudna 5000 vagy 6000 forintot, de nem tudja egyszerre odaadni a 200 000 vagy 300 000 vagy akármennyit, akkor a Fundamentával mi kötünk egy keretszerződést, a Fundamentál megelőlegezi előre nekünk az útépítési pénzt, az illetővel köt egy ilyen útépítésre szánt összegszerződést, és akkor megállapodunk abból, hogy havonta, hogy törmeszi. És akkor nem egyszerre sújtja, de ugyanakkor nem lóg ki a sorból, tehát az utca közösség jobbmódú embereivel ugyanúgy közösséget vállal, mert ő is ott jár naponta, tehát ugyanúgy közösséget vállal, és egy csodálatos utat tudnak építeni. Tehát ezt a programot, meg ezt a lehetőséget meg fogjuk hirdetni. Én bízok benne, hogy nyitott fülekre talál a nagyközségbe, mert ugye az útprogram hát egy évet csúszott, mert tavaly a múlt évben, tehát a 2014-es évben a fő szempont az volt, hogy az óvoda átadásra kerüljön. Felakadtunk a Rákóczi út posta közben ezekkel, az átcsúszott erre az évre. Tehát csúsztunk az útprogrammal, és ugye eddig a 13-as év, meg
előtte, tehát az Akács Fóczi, József Attila, Aradi, Mátyás Kell, Árpád, Sport, ezek készültek el, akkor most 2015-ben Rákóczi utca, Posta köz, a Szabadságút, Koncz köz, a Berek út, Kisfalid út, Csapás út, ez egy terv volt, ami részlegesen most lett egy ilyen alkalmi út ott a Berek szélén, és most, ami a lefelé a Kisfalid utcán elkészült már rész is, ami végig fog menni. Tehát ami terve volt véve, az azért gyakorlatilag ezek a járdák. A szociális otthon Kisfalad és Szabadságút közötti gyalogos közjárdással készült, ami nem. A Józsa György út Kisfaludi utca kereszteződésben a lámpás gyalog átkelő nem valósult meg. És a Székely Bertalan út és a Vasúti út kereszteződésben viszont megvalósult a gyalog átkelő hely, amit örömmel használnak. Tájházparkoló, hát úgy, ahogy az nem egy igazi, majd azon még bővíteni kell. Na most amire ki akartam térni, hogy azért kellenek ezek a kezdeményezések, mert 2015-16-ra, én nem sorolom itt föl, de hát Várdombi út eleje, Kertalja út, Szőlő út, Gorki út, Napsugár köz, ezt sorolom fel, a többit nem, mert rengeteg van. Nem tudom, hogy a költségvetésünk mire ad lehetőséget. Amit örömmel tudatok, hogy a Kertalja utcának, a Szőlő útnak és a Gorki útnak, ami most már Széki József utca, elkészített, megrendeltem a terveit. Tehát már az első lépés megtörtént. Ha nincs prioritás, és nem jön közbe semmi, akkor a következő nagy volumenű munka a Kertalja utca lesz. Aztán utána lehet Szőlő utca, meg Szék utca. Ha nem jön, még egyszer mondom, közben olyan, hogy összedobják a pénzt, és oda kell összpontosítani. Meg van még egy dédelgetett tervünk, ha a Kertalja utca elkészül, addig nem, de ha elkészül, akkor a Rákóczi út és a Kertalja utcát össze fogjuk kötni a Tóth Sanyi féle háza, amit az önkormányzat megvásárolt, annak a telkével együtt, azt a szakaszt össze fogjuk kötni, és akkor az ott lévő lakók környezet ott át tud járni, óvodába, iskolába, üzletbe, mindenbe. De ez csak akkor valósul meg, ha a Kertalja utca gyönyörű szépen le lesz aszfaltozva, a vízelvezet és minden, akkor jöhet ez. De ennek a terveit is, hogy úgy mondjam, előkészítetjük, az önkormányzat előkészíteti és készen vár arra, hogy kivitelezőt keressünk és kivitelezést kezdeményezzünk. Persze ennek még ugye másik nagyon fontos tényező van, a pénzügyi alap. Hát aztán az, hogy itt milyen lesz a büdzsé, helyi, vagy mennyi lesz az állami támogatás vagy elvonás, ezt még nem tudjuk, ezeket a számokat a pénzügyi munkatársak majd jóval később vágik, amikor szoktátok megkapni az évre. Tehát minden január, és akkor kezdünk tervezni, gondolkodni. Tehát most még nem tudjuk, hogy pozitív elbírálás, vagy elvonás, vagy új feladat és pénz nincs, tehát nem tudjuk, hogy milyen utasításokat kapunk, mert azért tehát vannak ilyen gondjaink is, hogy nem mindig saját magunk döntünk. Ami egy kicsit nehézséget okoz, hogy ugye nagyon sok kis vállalkozásunk bedőlt, mert azért vannak gazdasági gondjaink, meg egy-két nagyobb vállalkozás is elment az ipari parkból, Ohamra, de egy koreai cég. A nagy vállalkozásainknál
ugye a törvény megengedi, hogy a kutatásfejlesztés az ne kerüljön iparizési adó alá. Tehát ugye ebben az évben visszaköveteltek a Filmspray 11 milliót, meg gondolom másik cégek, ha nem is követelnek vissza, de ilyen címszó alatt majd csökkentik az iparizési adó összegét. De ezt még ezről ne beszéljünk, ez majd a tervezésnek a továbbvitele. Hát ennyit a beruházásokról, és még annyit, hogy tehát nem csak ebbe valósul meg az önkormányzatnak a munkája, tevékenysége, mert ez egy szelep. Ugye a külső szemlélő az soha nem tudja, hogy ott hányféle, most vagyunk katasztert kell készíteni, most ilyet. Tehát a minisztériumoktól, a kormányhivataloktól, járási megyei hivataloktól folyamatosan kapjuk. A mindenki fontos, rendkívül fontos emberek vannak fölöttünk. Katasztrófa védelemtől a tűzoltóság, tehát itt katasztrófa védelmi szakcsoportot, meg izét, meg mit, meg költségvetést, meg elhelyezést, mindent ki kell tervezni, meg kell csinálni, létre kell hozni. Tehát a külső szemlélő azt mondja nekem az egyik, hogy meg kellene szüntetni az önkormányzatnál azt a sok aktatologatót. Mondom, kezdődj sokkolom, mi már évtizede 3-4 fővel kevesebben dolgozhatunk, mint ami a település lélekszámához hivatalosan elő van írva. Ennél kevesebb emberrel ezt a munkát én nem tudom elvégeztetni. Ezek az emberek dolgoznak, elég szerény fizetésé, hogy így fejezzem ki, és hát nem engedem őket bántani. Tehát ez a másik oldal, amit nem látnak kívül. Hát aztán arról nem beszélve, ugye, hogy ide párosul még az, hogy a nagyközség jó közérzete meg, hogy az együttlét meg a összetartozás erősödjön. Hát ugye rengeteg olyan rendezvényünk van, ami erkölcsi kötelességünk is. Mert ha azt mondom, hogy csak rendezvények, március 15-e. Jó, ennek a döntő oroszlán része, ugye, és a megvalósítása Faluháza Zsókának a feladata. De hát ő is a mi szervezeti egységünk egyik nagyon fontos pillére. A Székely Berta Anna szintén a Zsókáé, de azért ott már nekünk, miatt ott szoktunk átadni díjakat, egyebeket, azért ott már pénzügyileg is, tehát a díjaknál be kell szállni, hogy durván egy 250 ezer forint, már nem nagy összegek. Maga az, hogy talán a kultúrház igazgatója Róka el tudna mondani, hogy azért egy ilyen szervezés mennyi energiát, időt igény. A közbelső emberek, akik itt közreműködnek, itt tudnám mondani a szabadmagát. Szóval az, hogy az a székelykert úgy nézzen ki, hogy ragyogjon, mert tényleg szépen meg szokták csinálni. Meg hogy minden a helyére kerüljön, meg hogy tényleg egy vendégfogadásra, egy ünnepségre alkalmas legyen. Azért ezeket a kis embereket, akik ott dolgoznak, a szadanó embereket is, tehát azért magunkhoz kell emelni és megköszönni a munkát, mert valahogy itt kezdődik az emberség. Május 1-e családi nap. Kérem szépen, hát itt ki van gyűjtve, te segítesz nekem, Sanyi, szerezd a másikat. Hát ez 2.352.976 forintba kerül. Kérem, ahhoz, hogy egy ekkora nagy községnek egy színvonalas május 1-én családi napot tudjunk szervezni, ahhoz ez volt a minimum, készült több milliós kitétel. El kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt időben ennek a többszörösét költötték el. Én ezt nem engedtem most. Pénzügyi
terület vezetőjével karöltve, elnök úrral karöltve, azt mondtuk, hogy szerényen, mert másra kell a pénz, de azért színvonalasan, tehát meghúzni egy határvonalat. Mert ugye itt a konferálás, a színpadhangosítás, a mobil WC, a mentő, a őrzővédő Kft., a légvárak, a szállítási lég, a közmű, budai féle csapat főzése, sátor, arcfestés, sörpad, kellékek, rock and roll bemutató, gangó, hip-hop bemutató, kutya bemutató, magyar népmesék, nem akarom felsorolni. Tehát ahhoz, hogy egy egész napos programot össze tudjunk állítani, ahhoz Kassa Tibi, meg a DJ Colby, meg a mit, ahhoz, hogy egy egész napot össze tudjunk állítani, amire azt mondja a lakosság, hogy tettek, értünk valamit, ez pénzbe került. És akkor itt mondom el azt, hogy Szent István. Szent István napi ünnepség nagyon szerényen 2.199.894 forint. Kérem szépen, hát itt mindenkinek megvolt gyakorlatilag az ára. Az idősek klubja 0 forinttal, a Cibere együttes 0 forinttal, a Boklita Répszárcsoport 0 forinttal, a lovas bemutató a... Hogy hívják a... Mayer-ben. A Mayer, aki új színfolt szadán, is 0 forinttal, és a cimbali band lepakolá, az volt még 0 forint. Az összes többi résztvevő igen kemény pénzeket kért a fellépésért. Tehát, amit ebből ki akarok hozni, hogy ami még tehát itt költség volt a futásnál 18, tehát a pályázatírás 190.500 forint volt a programoknál, a futás 18.000, akkor futáshangosítás 10.000, nőnapi virág 61.000, tavaszi hadjárat koszorú 3.000, menekülési útvonal 14, nemzeti összetartozás plagát 25, május egy rendezvény, azt már mondtam, hangosítás a nemzeti összetartozáson, tehát ilyen költségek merülnek föl a rendezésnél. Miért fontos, hogy ezekről beszéljünk és tisztálásunk? Föltették nekem a kérdést megint, és egy kicsit elváltoztatom hangom. Miért nem lehet most napóra fesztivál, maguk semmit nem akarnak csinálni? Hát kérem tisztelettel. Lehet még holdóra fesztivált is tartani, nem csak napóra fesztivált, de tudni kell azt, hogy a napóra fesztivál csodálatos rendezvény volt. De úgy, ahogy most, és én kimondom, mert én nagyon szeretek szókimondó lenni, meg lehet kövezni utána. Úgy, ahogy most a lakosság nagy része nem képviselteti magát, a testületi üléseken is szinte ugyanazok, akik most itt vannak. Kérem szépen, meg a nemzeti ünnepeinken is, ami direkt színvonalasan megcsinálunk, és ha nem az önkormányzat költsége, akkor is az önkormányzati, mert a faluház költségvetése ugye az önkormányzat által megszavazott költségvetési keretben van, és a Zsókának se jön el senki ingyen, hogy jól beszélek, ugye? Tehát költség. Tehát kérem tisztelettel. Én a Napóra Fesztiválnál is, de a május 1-én is a Szent István is így körülnéztem. A lakosságnak még egy tized része se jön el. Még egy tized. Hát én a gödöllői etnikumnak hadd ne csináljak már programot, mert azok voltak ott zömmel például sokszor. Miért? És vagy máshonnan eljött emberek, nagyon tiszteletre méltó emberek is voltak köztük, volt, akit ismertem is, de én hadd ne csináljak a szadai nagyközség polgárainak a pénzéből olyan programot, amit szadai lakosok 10%-ban látogatnak. És én azt hiszem, ha
korrektek akarunk lenni a költségvetés felhasználásánál, elég nekünk ez, majd egy-egy kiugró dolognál, ha valami nagyon csodálatos dolog sikeredik, akkor lehet, hogy csinálunk ott a napóránál egy fesztivál. De ahhoz a bevételi forrásainknak úgy kell alakulni, hogy erre okot, lehetőséget adjuk. Most, ha így a számok tükrében, és azt az összeget, amit itt megsporoltunk, meg ami az elmaradtal együtt, az állítom, hogy ugye egy temető urnafalnak a költsége minimum. Minimum. Tehát, ha racionálisan gondolkozunk, melyik volt a fontosabb? Én azt hiszem, hogy az, amit most a beruházások kapcsán végrehajtottunk. Hát még egy-két mondat csak annyi, hogy azért még lesz, most elkezdődik majd az advent, az idősek napja, a Mikulás ünnepség, az évzáró ünnepség, a rászorultaknak a csomagosztás és a falu karácsony. Hát ezek vannak. És most szeretettel, tisztelettel köszöntöm Vécsei Lászlót, országgyűlési képviselőt. És én úgy érzem, elmondtam mindent, amit szükségesnek tartottam, amennyiben a tisztelt jelenlévők kérdezni akarnak, állok elébe, várom a kérdéseiket. Köszönöm. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt országgyűlési képviselő úr, jegyző úr, tisztelt megjelentek. Baric Árpád vagyok, a margitai területen lakom, a Méhes utca 14-ben. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és nagyon örülök, hogy ilyen szépen megy előre a településünknek a sora. Én igazából két dolog miatt vagyok itt. Ma olvastam a Szada újságban, hogy van a meghallgatás, ezért nagyon örülök, hogy el tudtam jönni. Bár ha holnap bukták volna be, akkor lehet, hogy nem lennék itt. De ma bedobták, hála Istennek. Szóval nagyon örülök neki, hogy ilyen szép beruházások, ilyen pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy vonulnak. Én mégis a két problémára szeretném felhívni a figyelmet. Amit nem tudok igazából megmagyarázni magamnak, és azért is jöttem el, hogy megosztam ezt mindenkivel. Több évvel ezelőtt polgármester úr is említette, hogy egy EU-s pénzből a Pazsaki utca, Méhes utca, Margita utca környéke megújul, fantasztikus, szépen azóta is mindenki vigyáz rá, a kihelyezett padok és sok minden, és hát az a kiváló útburkolat, azt gondolom, hogy az elkövetkezendő évtizedekben fantasztikus és erőteljes alapokat ad arra, hogy ott ne legyen víz és ne legyen sáv. Ezt nagyon köszönjük az akkori és a mostani képviselőtestületnek és vezetésnek. Van egy szépséghiba, két évvel ezelőtt a Pazsaki út és a Margita utca kereszteződésénél, ahova kihelyeztek egy nagyon szép utca névtáblán, valaki neki ment. És az úgy néz ki, mint egy csálén álló részeges, hát borzalmas objektum. Én nagyjából olyan 2-3 havonta azóta mindig bejövök, vagy a Szadanova KHT-nak, azóta KFT-nek, vagy a feleségem Rozik úrnak is jelezte, hogy mivel senki nem jutott hozzá, és mivel az útkezelői az önkormányzat, ezért milyen jó lenne, ha ezt a borzalmas esztétikai látványt, és nagyon örülök, hogy polgármester úr többször hivatkozott az esztétikai látványra és a kulturális kultúrán környezetre, ezt mondjuk kicserélnék. Hát én egy eléggé birkatűrő ember vagyok ezek után, elmondhatjuk, 2 éve folyamatosan járok 3 havonta, mindig azt mondják, hogy ki lesz cserélve, meg lesz csinálva. Szerintem néhány 10 000 forintból meg lehetne mindezt tenni, ez valahogy nem működik. Ezen az első kérdésem, hogy ez ilyen valamilyen specifikus helyzet, vagy pedig egyszerűen csak senki nem foglalkozik a polgároknak a kérdésükkel. És ide kapcsolódik egy másik, ami viszont sokkal jobban megdöbbentett. Hát most már több éve küzdünk. Én nem a Pazsaki utcán lakom, hanem ahogy említettem a Méhes utcában, de nekem is van kisgyermekem, illetve hát hála Istennek, Isten áldásunk van elég, mert nagyon sok kisgyermek, 1-2-3 éves kisgyermek van a környéken, édesanyáikkal együtt, nagyon sokat sétálnak, mivel ez egy lakóövezet, ezért és még egyszer köszönöm az önkormányzatnak. Annak idején, amikor felújították ezt a területet, a 30-as táblát
kitették, és azt mondták, hogy itt nem lehet száguldozni. Most a Pazsaki úton, hát 100 km per órával is száguldoznak, és azok a kisgyermekek és édesanyák, akik ott sétáltatják a gyermekeiket, azok bizony-bizony nagyon sokszor veszélybe kerülnek. És nem csak azért, mert elsodorhatja őket a 30 km per óra helyett a 100 km per órával száguldozó emberek, hanem azért, mert nagyon sokszor előfordul, hogy a kopasz BMW-s mercis vagy BMW-s autós megáll és elkezd üvöltözni az édesanyával, akinek ott van a gyermeke, mert véletlenül jelezni szerette volna, hogy ne haragudjon, egy kicsit lassabban menjen. Azt hiszem polgármester urat is elkapta egy ilyen hasonló autós, amikor kint volt és megnézte a helyzetet. Szóval el kell mondanom, hogy borzasztó a körülmények. Ezért összefogtunk, és azt mondtuk, hogy mi nem akarunk semmi más, csak a jogszabályok betartását, illetve betartatását, és tavasszal megkerestük polgármester urat, akkor az ottani tárgyalóban azt hiszem, hogy mindenki megdöbbenésére tele lett a tárgyaló, és mindenki azt figyelt, hogy ki ez a sok ember, aki idejött. Majd aztán írtunk egy levelet, és 104 ember írta alá. Úgy gondolom, hogy szadai viszonylatban, ha itt az előbb számokról volt szó, akkor az egy elég jelentős szám. A napokban értesültünk arra, hogy igazából kaptunk egy választ, hogy amit mi szeretnénk, hogy valamilyen olyan objektumot, amit ki lehetne helyezni, az kihelyezhetővé váljon, és ezáltal lassítsuk a forgalmat. Egy kérdésem lenne. Természetesen annak idején a levélben leírtuk, hogy az összeget alapvetően mi megfinanszírozzuk, de hát nyilván örülnénk, ha mondjuk az önkormányzat is segíteni ebbe. Most a legújabb polgármester úrtól kapott levélben az önkormányzat nem támogatja ezt a mintegy 250-300 000 forintos beruházást. Egy kérdésem lenne. Ha jól emlékszem, a képviselőtestület egy nyáron szavazott olyan témában, ami 4-5-600 000 forintos büdzséváltozást is jelentett az elfogadott 2015-ös költségvetésben. Jelkép módon, ikonikus módon nem lehetett volna azt mondani, hogy nekünk is fontos lenne, hogy tényleg itt nyugodt körülmények legyenek, ha nem is az egészet, de egy 50%-ot, 30%-ot már csak a gyermekek élete miatt is támogatjuk ezt a közösséget, főleg a 104 ember megmondja. Ezt a két példát azért hozom föl, mert tényleg fantasztikusan fejlődik a település. Én lassan, nem 5 éve, egy kicsit több, most már lassan 10 éve leszek itt, de ez a két hozzáállás számomra megfejthetetlen. Tehát ez a két éves állandó ígérgetés, a másik pedig, hogy még jelképszerűen sem ismerik el azt a borzalmas helyzetet, ilyen értelemben, ami a Pazsaki utcán folyik. Olyan értelemben viszont elismeri az önkormányzat, és ennek nagyon köszönjük a segítséget, hogy már újból kitettek még több táblát 30-as sebességkorlátozással, illetve fel is festették az útra a 30-as sebességkorlátozás figyelmeztető jelet. Ezeket akkor is említettük, hogy fontosak, de nem elégségesek. És mondjuk nem tudom, hogy a tisztelt képviselőtestület tagjai, akik nyilván nem területi alapon képviselnek bennünket, hanem mindenki, hogy egyáltalán hallotta arról, hogy 104 ember, lassan most már egy éve küzdebben, illetve hát vannak olyan személyek, akik már több éve, akik azon az utcán laknak küzdenek ezzel a problémával. Ezt csak azért hoztam elő, hogy mindenki halljon erről a problémáról, és jelezni akarom, hogy mi egy komoly lakó környéken vagyunk, és azok az emberek komolyan gondolják a szada értékeit, és mindazt az emberi értéket, amit itt közösen építünk. Köszönöm, hogy meghallgattam. Köszönöm szépen az észrevételt, én szeretnék válaszolni. Hát, nagyon nehéz a válaszadás. Az egyik témába teljesen helyt adok és jogos, és tisztelettel kérem a Visszaki főtanácsos urat és a Szabanova Kft. Vezetőjét, hogy ezt az állapotot sürgősen szüntessék meg. Ezt kérem jegyzőkönyvbe, ez jövő hét végéig legyen az a tábla rendben, ezt kérem és ellenőrizni fogom. Ebben teljesen jogos. A másik kérdés. A képviselőtestület természetesen tud erről a dologról. Tud arról, hogy önök küldöttséggel ott voltak, és én valóban
megígértem, hogy megpróbálok mindennek közre működni, ezt nem is tagadom le. Kérem, én a Gödöllői Kapitányságnak levelet írtam. A Gödöllői Kapitányság megígérte, és abban az időben legalábbis tudomásom van róla, hogy többször kihelyezték a Trafipax autót. Egy, kettő. Nem kis költséggel megrendeltük az aszfalt felfestését, a 30-as sebességkorlátozást. Nehogy azt a senki, nem kis költség, tehát először is kérelmezni kell, nem mi rakjuk ki önhatalmulag, ez közúti igazgatóság felé kérelem, tábla kihelyezés, stb. Ennek is, mint tudom, egy tábla van, 30 ezer forint körül van, jött, kihelyeztünk oda hány táblát, kettőt, hármat, vagy négyet, négy táblát kihelyeztünk. Tehát ez is már, tehát nettó 120 ezer forint, tehát nem azt mondtuk, hogy mi nem segítünk, meg nem fogjuk elősegíteni a dolgok megoldását. Igaz, hogy én elmentem az egyik lakossal, kollega nőjükkel, és megnéztem Nagytorcsán ezeket az útra kihelyezett eszközöket, amelyek lassítanák a forgalmat. Hát ez azért nem tudom, hogy mennyiből oldható meg, de mivel az önkormányzatnak erre költségvetési pénze nem volt, és állandóan nem tudunk módosítani, és még egyet elárulok, hogy a húzavona belül azon van, hogy itt ezek a felsorolt beruházások és a pénzek, tehát gyakorlatilag aki vezetőire jár meg különböző helyekre, és ez nem titok, úgy számoltuk, hogy mínuszba vagyunk. Na most van kint lévőségünk, ami hát most nem akarom ezt itt közszájra adni, csak annyit, hogy a szemétszállításnál is jelentős, tehát neveket nem mondhatok, de egy 13 milliós kintlévőségünk van, tehát ennyire törvénytisztelők az emberek, akkor van másfajta kintlévőségük is, tehát durván, ha jól összeszámolom, durván 100 millió forintunk úszik. Ugyanakkor nekünk még évvégéig működtetni kell az önkormányzatot, az iskolától kezdve minden. Tehát most tudom, hogy a 300 ezer forint nem nagy pénz. De én olyat is hallottam közül, hogy amennyiben, tehát én már azt mondtam a saját szakállamra engedélyezem, mert a közút azt mondta, ő ezt nem tartja jónak, mert ez egy átvonuló út Gödöllő felé, és olyan véleményt is mondtak, hogy a gyerekeknek itt minden ház elég nagy kerttel rendelkezik, a gyerekeknek a kertbe vagy a járdán szülői felügyelettel, mint ahogy ugye innen átmennek a gyerekek, 20-30 gyerek a tornaterembe oda a varodához, és a járdán mennek és fogják a kezüket, és elől-hátul nevelő, meg tanár, meg minden. Na most, a közúttal én nem szálltam ezért vitába, mert azt mondta, hogy mit keres egy közúti forgalomnak átadott útszakaszon a gyerek. Miért ott játszik, amikor kertes házak vannak, amikor járdak. Hát erre én se milyen választ, tehát értelmes választ nem tudtam adni, hát mondom, nem tudom, de ha oda kerül, veszélybe van. Hát azt mondták, ők nem tartják jónak, de a saját szakállamra engedélyezhetem. Na most, mivel a pénzzel így álltunk, a saját szakállam meg nő, én azt mondtam, azért válaszoltam a levélbe, tábla, felirat, minden megvan, rendőrség megvan, nem elég, akkor a lakosság fogjon össze. Én a kihelyezésben fizikailag is segítek, meg vállalom az ódiumát, mert ennek lesznek baleseti meg egyéb ódiuma, tehát vállalom az ódiumát, és állok elébe. Polgármester úr, nagyon szépen köszönöm, nagyon megnyugtató a válasza. Ha tudná tolmácsolni a tisztelt közútnak, visszautasítom, hogy ott gyerekek játszanának. Még egyszer szeretném hangsúlyozni,
hogy ez egy lakóövezet. Nem tudom, hogy a Kreszt nyilván mindenki ismeri, ki van téve, hogy lakóövezet, ki van téve, hogy 30-as tábla. Ugye itt vannak olyan utcák, ahol nincs külön járda, tehát visszautasítom még egyszer, hogy itt játszanak a gyerekek. Egy gyermek se játszik, mindenki szülői felügyelet alatt tolja vagy a babakocsit, vagy megy előtte a kis motorral, de azért van 30-as tábla, és azért van lakóövezet, és remélem, hogy ezt a közút fölfogja, ha már ők adták ezt az engedélyt, mert nem sodorhatja el a családos embereket sem a 150-nel menő Mercedes vagy BMW, ahol 30 km van. Vagy pedig akkor fessük föl az 50 km-es táblát, de most lakóövezet van és 30 km, és mi semmi más nem kértünk, mint az, hogy ezt tartsák be, vagy próbálják meg. Bocsánatot kérek, de akkor, hogy, ha járdán van és babakocsi, akkor hogy van veszélyben? Egyrészt a járdántól nagyjából ennyire megy el az autó, körülbelül ennyire, elsodorhatja még a biciklist is. Másrészt például én, aki a Méhes utcáról jövök, ott nincs járda. Hogy a lakóövezetnek a lényege az, hogy van egy út, és azt járdaként is használhatjuk. De most ilyen szintre nem menjünk már. Világos, hát én előttem sincs járda. Jó, csak azért mondom, hogy tehát a gyerekek nem csak bent az udvaron vannak, hanem kimennek, sétálnak, a kismamák is sétálnak, az édesanyák is, az 1-2-3 éves gyerekkel. Tehát ez nagyon keményen, nagyon alaposan visszautasítom még egyszer, hogy ott a gyerekek játszanának ezen az úttesten. Nem menjünk bele ebbe a vitába, én ezt értem, de akkor azért most megkérdezem öntől, hogy a Malombé jelentős részén nincs járda, tehát nem tud járdán menni például. Meg nagyon sok olyan úton, ahol elég nagy forgalom van, többek között óriási forgalom van a Vasút utcában, és a Vasút utcának a háromnegyed részében nincs járda, és ott is kis lakónegyed van, ugye a Napsugár, meg a mit tudom én, tehát ott is gyerekek mennek, emberek mennek, és hát meg kell mondjam, ott sem tartják be a sebességet. Most... Nem azt mondtam, de ezekkel most kicsit akkor az egész nagyközséget így lebakrikádozzuk, hogy hogy legyen. De még egyszer mondom, de most én állok elében... Az 1-2-3 éves gyerekekkel szórakozunk. Nem mondjon már ilyet, hogy le kell barikádozni az egész... nem is értem ezt a problémát. Lehet poénkodni, én is tudok poénkodni, de nem. Én nem poénkodok, csak kérdezem, hogy mit csináljuk a Vasút utcán, mit csináljuk a Malombékben, mit csináljunk számtalan helyen. A dobogónak a kifelé vezető részén emberek laknak? Polgármester, azt ajánlom, ne barikádozzunk. Az 56-ban elég durva volt, elég sokan meghaltak. Hagyjuk abba ezt a barikádozást. Én azt kértem, hogy ezek a helyzeteket próbáljuk meg megoldani, de úgy látom, hogy a barikádozásnál... De most én oldjam meg a többi helyi. Én 103 ember közül egy vagyok, aki mind azt mondja, hogy tisztelettel kérjük, azt a 30-as táblát tartsák már be, és ne 130-tal számoljon egy BMW-s. De én hogy tudom betartani, amikor az ő szellemi képessége csak arra képes, hogy nyomja a pedált? Ezért találtuk ki, hogy olyan objektumokat kell elhelyezni az úttesten, ami le kell lassítani, de nagyon sok helyen van ilyen, de most nehezen vitatkozzunk, de vitatkozhatunk, csak én úgy gondolom, ez méltatlan. Ez nagyon méltatlan, de nagyon köszönöm a válaszát. De ne haragudjon, ez is méltatlan, hogy most olyané bántanak, amiért a faluban legalább 50 helyen kellene. Hogy bírjam én ezt kifizetni anyagilag, és hogy le... Igen? Hát nem erről volt szó, én csak azt mondtam, hogy még jelképesen örültünk volna, meg most már ez több éve húzódik. De ne barikádozzunk, ne barikádozzunk. Köszönöm szépen. Én egyet tudok mondani. A táblaügyet lerendezzük, ezt a forgalomlassító tárgyakat továbbra is azt mondom, nem tudom a jövő évi költségvetésünk milyen lesz, lehet, hogy jelképesen hozzájárulunk, de nem ígérem, hanem azt mondom, hogy ezt, ha önök megveszik, akkor én a kihelyezésben segítek, és felelősséget vállalok a kihelyezésén, mert ez se kis dolog, mert lesz itt ebből rengeteg. Köszönöm szépen! Elnézést, kérhetek szó? Tessék. Kicsit úgy megdöbbenve néztem ezt az inzultust. Hát az otthonok azért kellene tudomásul vegyék. Ők nem járulták hozzá az utcát, az önkormányzat saját zsebből megfinanszírozta, és ezt az utcát nem azért hoztuk létre,
hogy forgalom problémákat csinálni, meg kihelyezéseket, ezt azért a stratégiai forgalom út. Ezt még azért a célból csináltuk, hogy ilyen szépen, ilyen szélesre, hogyha a Gödöllő és Szadagyőt van egy baleset, akkor azt a óriási forgalmat el tudjuk vezényelni, terelni. Ez volt a fő cél, és ugye az állatlan állapot, azt a Poroskútnak csatében ott volt, ezt megszüntessük. Ez a kettő célra sikerült. Azt nem várhatják el tőlünk, hogy most a barikádokat helyezünk, és engedélyt adjunk rá. Én személy szerint semmiért nem, egy virágládát sem támogatok, még ha önök fizetik, akkor sem, mert azt a virágládát, vagy betonelemet ki kell kerülni a sózautónak, a kukáskocsinak, hogy a kukások hordják rá, akkor a kukát, ugye egy nagy évet tudják kikerülni, mert ők azért nem egy személyautó. Szóval azért a lakók ezt alaposan nem gondolták át, hogy ez miről szól ez a főállapok felvezetett dolog. Azt, hogy most lakóvezeti nyilvánítottuk, vagy nyilvánította a polgármester, annak örüljenek, nem erre a célra, nem lakóvezeti céljára lett az dolog megcsinálva. Ez egy nagy forgalom út, ami több utcán összeköt, és beköti a hegy felé, és egy kultúrát állapotban meg tudják között gyorsan, sár és bormentesen, mint utóbbi időben, és ezt meg tudják oldani. Ez a polgármester úr is mondott, hogy a mélységes négyedért. Ott akkora kertek vannak, ott a Gödöllői részt, ahogy csak van egy elhőtt nagy zöld terület, ott játszanak és ott közlekedjenek az anyukák. Az anyukák, vagy fölmennek a járdára, a gyerekkocsiba, akkor ott nem fogják elütni. Hát, ha ott elütik, akkor az egy óriás szint, de nem, a járda cél nem volt. Panaszkodtak, hogy fölállnak az autósok a járdára, és nem tudják ott tolni a tolók, a babakocsit. Kérem szépen, kiküldtük a körzeti megbízottat, Ézótusba keveredett a tulajdonos át, az ottani tulajdonos át, a saját kertjön, hogy ne kell négy lépéssel tovább menni a járdán. Szóval ezt a fajta lakossági hozzáállást, ezt mi nem nagyon tudjuk ezt innen így elintézni, hogy az a tulajdonos, az egyik azért panaszkodik, hogy a járdán nem tud közlekedni, a másik, a mellette lévő meg rááll a járdán. Hát egyetlen egy dolgot tudnak önök tenni, és ebben támogatást ezt megszereztük a rendőrségtől, ha önnek ez ekkora volt, és valószínűleg ekkora volt, ezt én nem tagadom, mert én is használom azt utat, tény, ez a probléma valós, amit ön elmondott. A rendőrség a trafikpaxot, a sebességmérőt oda helyezi ki, ahol a lakossági nyomás a legnagyobb. Ezt a Gödöllői rendőrkapitányom szájával hallottam nálunk egy testületi ülésen. Én azt kérem önöktől, hogy az a 107 ember, akik 101 lányában vitán képvisel, írjon egy beadványt a rendőrségnek, és ezt a szadai polgármester hivatal és a képviselő, hogy messze menően támogatni fogja. Nekünk se tetszik az a szállodozás. Én egy még kisebb úton lakom, és nem merek kilépni az utcára, mert valószínűleg esetben van, amikor hallunk a BNP-nek hangját, engem sem, én sem örülök neki. De ezt nem kívánjuk semmiféle elkepsi részemről, semmiféleképpen nem támogatom, hogy bármiféle műtárt arra szóval elhelyezzenek. Ha van egy baleset, szabad ödülököt, rá fog menni a kamion, fogva minden, lesz egy jelentés. Csúcs beleszettem, hogy órák hosszú nem tudnak meg. Ki fogja azonnal a tartalmazás villával kimenni a barikádokat, illetve ezeket a fő eszközöket, vagy bármilyen alkalmatosságot onnan elhordani. Erre nekünk se eszközünk, se lehetőségünk, se semmilyen dolgunk nincsen. És nem is gondolom, hogy lesz. Hadd válaszoljak már erre, mert tisztelt polgármester úrral többször egyeztettünk, és azt mindenhol elmondtuk, leírtuk, hogy természetesen a hatályos jogszabályoknak a különböző hatóságok határozzák meg, hogy milyen távolságra lehet lehelyezni azokat az objektumokat, amelyek lassítják a forgalmat. Tehát egyrészt szeretném az ön figyelmét felhívni, hogy nem a saját kitalációnk alapján helyeznénk le, hanem a hatósági engedélyek alapján kettő. Arra pedig tisztelettel szeretném emlékeztetni, hogy nem a polgármester úr hozta azt a határozatot, hogy lakóövezet, hanem az ön az előző ciklusban lehet, hogy nem emlékszik rá, de Európai Uniós pénzből készítették el ezt a néhány utcát, csodálatosan, és akkor lett ez lakóövezet 30 km/h sebessége. Akkor beszéljünk tisztességesen, ha ön is ezt használja, ezt az utat, mert ez rövidebb Gödöllőre, akkor vegyék le a 30-as táblát, és tegyék ki az 50-est. Nem, hát... És akkor nem foglalkozunk a fiatal nemzedékkel. Én megdöbbenek, hogy egy képviselő így áll hozzá ehhez a kérdéshez. Nem, hát ezt is érzegetni. Nekem nem ez a hozzáállásom, hanem az a hozzáállásom, mint a falunak és a Gödöllői résznek, összekötőleg képviselnünk kell ezt utat, főképpen azért hoztuk meg. És semmiféle lassító eszközt és tárgyat nem óhajtunk oda lerakni.
legalábbis semmiféleképpen, én ezt semmiféleképpen nem sem... Igen, hallottam, arról olvastam is azt, de nem, semmiféleképpen nem javaslom ezeket el. Egyetlen tudok javasolni, amit elmondtam, forduljanak a rövidői rendőrkapitányság, a mi segítségünkkel, illetve támogatásunkkal, ezt fel tudom ajánlani, és legyen ott éjjel napra egy trafipassz. És akivel akkor számolja, szedjék be, vegyék be, hogy ezt nagyon is hegesztem. De semmiféle lassító eszközt, hogy bármit nem semmiféleképpen nem támogatok, és nem gondolom. Köszönöm, hogy aztán világos az álláspontja, sajnálom. Következő kérdés. Köszönöm szépen. Van még ehhez a téma? Igen? Simó Hátet az előbb sikerült tisztálnunk. Csak ne fognénk itt az úrnak a felvet, és ez a helyzet tovább fog romlani, ugyanis bár jó dolog, hogy megcsinálták a Kisfaludi utcában most éppen az aszfaltozást, de ez egy alternatív útvonal lesz, hogy a reggelenkénti durvókat arra kerüljek el. Én ott lakom most már 53. éve lassan, és az utóbbi időben sokan felfedezték, hogy ott Gödöllőre vele lehet menni. Most, hogy az út még jobb lesz, ez a forgalom csak tovább fog nőni. Úgyhogy ez nem lesz egy olyan probléma, ami most megoldódik ezzel. Köszönöm szépen! Köszönöm. Én csak erre azt tudom mondani, hogy én a Versetyász Csokonai út is, amiről ön beszél, én a Szabadság út 16 szám alatt lakom. Én előttem, tehát ha én kitolom a kocsinak az ollát, én előttem 100-al elmennek, ott végig, tehát előttem bonyolódik az a forgalom, amiről ön beszél. Most mit tudok tenni? Mit tudok tenni? Amikor még nem volt aszfalt út, 15-16 éve, 13 éve van aszfalt út, amikor még nem volt Versetyázzal összekötve ez az aszfalt út, ez a Szabadság út, akkor földút volt. Akkor olyan por volt, hogy mi nem tudtunk kinyitni az ablakot, nem tudtunk szellőztetni, nem tudtunk semmit csinálni. Hasonló sebességgel közlekedtek a járművek. Akkor én kértem az önkormányzatot, hogy engedélyezzék, hogy két fekvőrendőr legyen. Hát egyet engedélyeztek. Na, amikor végre elkopott a fekvőrendőr, akkor hálát adtam a jó Istennek, mert minden éjszaka leestem az ágyról, ijedtem, de akkorákat csattantak a gépkocsik, főleg az utánfutósok. És ugyanúgy mentek tovább, tehát hatalmas csattanás, és akkor rohantam ki, hogy mi történt a kerítésemet történt ezt, és amikor meglett a műút, azóta is többször föltették a kérdést a Drozdik úrék, hogy hát a régi fekvőrendőrt azt nem kellett volna föltenni, mondom, Isten ments, nekem nem, pedig életveszélyes, ahogy akár orral, akár tolatva jövök ki a házból, komolyan mondom, hogy életveszély, én tudom. És ott végig én előttem van 14 méter járda, amit saját kezűleg a saját pénzemen építettem, de ott az egész hegysoron nincs járda, és ott szinte végig családos emberek laknak, és ott járnak a gyerekek. Félelmem van, de nem tudok vele mit kezdeni. Mert nem csak én nem engedem meg, hogy elém tegyenek fekvőrendőrt, a szomszéd se akarja, meg a másik se. Ez egy faramúci helyzet. Mi emberek okozzuk ezt, nem mások, emberek. A másik ember nem törődik a harmadikkal, az elsővel. Tehát ő középsőnek érzi magát, hogy neki mindent lehet. Ennyit tudok erre mondani, nem tudom. De még egyszer, még fölvállalom az ódiumát. De tessék szíves megvenni, megtöltjük, kirakjuk, fölvállalom az ódiumát. Eljárok a hatóság felé, hogy milyen távolságra tehetjük le. Megcsináljuk. Ne az legyen, hogy ez a fránya önkormányzat, ez nem képes a lakosokon segíteni. Megcsináljuk. Most tőlem azt ne kérjék, hogy én ezt megfinanszírozzam. Egyébként a testületben lehet, hogy egyedül vagyok ezen a véleményen, de fölvállalom. Köszönöm szépen, Kozárus. Jó, tessék. Hasonló témában szeretnék én is fordulni a testülethez. Ezek a gyerekek, akikről az úr beszél, iskolába fognak járni. És felteszem a kérdést, hogy a Kisfaludi utcán végig, föntről, onnan, ott fognak. 2 éve adtunk be egy kérvényt a
külső kaput, az iskola külső kapujának a megnyitására. Máig nem kaptunk választ. Az igazgatónővel több ízben beszéltünk, azt mondta, hogy az önkormányzathoz tartozik, nem hozzá. Na akkor most miről van szó? A gyerekek abszolút olyan körülmények között közlekednek az iskolából és az iskolába menet, hogy megdöbbentő. Szóval ez szerintem tarthatatlan. Ilyen szellemiségű autósokkal, amilyenek ott közlekednek. Hogy lesz ez tovább? Ez a kérdésem. A másik pedig az, hogy a főúton is trafipax működik, olykor-olykor. Mert a 40-es táblánál elzúgnak 90-nel, 120-szal, hadd ne mondjam, mennyivel. A harmadik kérdésem pedig az, hogy szó van-e Szadák elkerülő út építéséről. Köszönöm szépen, ennyit megtudtam. Kérem tisztelettel. A iskolához tartozik a kérdés. Az iskola gazdasági és egyéb dolgait az önkormányzat, mint fenntartó csinálja. De az, hogy az iskola biztonsága, az, hogy kizárja, kinyitja, ez a teljesen az iskolának a belügye. Én ezt a felvetést már többször hallottam, és beszéltem az igazgatónővel, azt mondta, hogy az iskola biztonsága nem engedi meg, hogy ott tárva nyitva maradjon a kapu. Nincs, aki nyissa, nincs, aki bezárja, mert arra külön embert nem tud alkalmazni. Az igazgatónő azt, hogy az önkormányzatra tartozik, most aki hivatkozott. Én nem megyek az iskolába bezárni az ajtót, se a főbejáratot, se a kaput. Az iskolához tartozik az, hogy a parkoló, első bejárat, hátsó oldalbejárat és a kerti bejárat zárva legyen. Az a kerti bejárat soha nem volt nyitva. Ennyit erről. A vártóban ennyien? Hát oda jönnek a gyerekek lakni, meg onnan járnak iskolába. Nem lakták a vártóból. Hát bocsánat. Na most ne haragudjon, egy kerülő úttal nem lehet az iskolába elmenni? Tehát most van egy óriási diva. Összeverekednek a parkolóba a szülők. Szemem láttál. Összeverekednek a szülők a parkolóba. Ennyire kultúráltak az emberek. Mert a gyereket egész az ajtóig be kell vinni kocsival. Nem lehet, ja, azt nem kell. Tehát miért nem lehet? Én itt sok tanulom, én a Szöllőhegyről jártam be iskolába, még jártasabb, és itt vagyok. És soha nem hoztak kocsival, mert a szüleimnek nem volt kocsia. Bocsánatot kérek, most mi a baj, hogy kerülni kell a gyereknek? Hát mi? A biztonságáról a gyerekeknek, a Kispaludi utcában például. Na de lejön a csapás úton, végig járdán le tud jönni az iskoláig, gyalogátkelően át tud jönni, mi a baj? Mi? Hát végig föl a dobogóig járda van. A Kispaludi utcában? Erre mondja meg. Istenem, a Kispaludi utcában, most mondok önnek valamit. Szadára járdát építeni, most körülbelül a fél faluba kellene azonnal. De én nem ezt mondom. Hát akkor mi? Hanem a felső bejáratát az iskolának. De könyörgöm, hát a Kisfaludi utcából miért nem tud lejönni a Kisfaludi úton, és átjönni a Dózsa-György úton, és följönni az iskolába? Át se kell jönni, mert eljön, ezen az oldalon is van járdon. De fönt laknak a Vártomban, én a Vártom miattról beszélek, nem a Kisfaludi utcában lakókról. A Varga utat polgári kezdeményezéssel megcsinálták. A Varga úton le tud jönni. 100 métert kerül. Most ennél többet mit mondjuk? 100 métert kerül. Mi volt a másik kérdés? A Szadák elkerülő út és a trafipax a főúton. Ez volt a kettő még. A Szadák elkerülő út, tehát kérem tisztelettel.
Most egy nagyon nagyot mondok. 98-ban voltam először egyeztetésen az elkerülő úttal kapcsolatban. Azt követően a Vécsei úr volt 2001 körül, aztán 2003 körül, aztán 2006 körül, aztán 2007. Egyetlen egy kormánynak nem volt arra pénze, hogy az elkerülő útot megcsinálja. Tudod, hány milliárd forintról beszélünk? Mert ez milliárdos beruházás. Honnan tudná Szada, és még egy, kinek csinálnánk az elkerülő útot? Most nem akarok személyeskedni. Hát azért, hogy Szadát elkerülje a forgalom. Versetyáz, Erdőkertes, Őrbottyán, Vácátót, Vác, ezeknek csinálnánk elkerülő útot. Miből? Megcsinálnánk. Ha adnának rá pénzt, megcsinálnánk, de mi miből tudjunk erre az elkerülő útra milliárdos nagyságrendű beruházást kezdeményezni? Miből? Most voltunk tárgyalásokon, Vécsei úr is ott volt, Drozdik úr is ott volt, voltunk tárgyalásokon, Versetyán városnak nagyon fontos az elkerülő út, kezdeményezi, mi ezt a kezdeményezést erőnköz mérten terület, tünkön fog áthaladni, támogatjuk. Ha netán egy pár forint lehet, hogy annyi jut rá, de összességében ez, hát meg kell mondjam, hogy ez elsősorban állami beavatkozás és állami pénznek kell belejönni. Összeállt, ott volt az összes környező polgármester, próbáljuk, tervezzük, de még egyszer mondom, ez 98 óta folyamatosan tervezés alatt van. Pénzkérdése. Pénzkérdése. Tehát ezt tudom válaszolni rá. Köszönöm. Igen? Én is mondhatok, én a Rákóczi útról vagyok, ismernek. Hát mi megköszönjük ezt a sok-sok rosszat, amit kaptunk, de hát most már hála jó Istennek azért jó az útunk. Azt hiszem, hogy ez a Drozdik úrnak is, meg a önkormányzatnak is. Viszont én még azt szeretném, hogy hát igen, ma is jöttem ott a hídnál. Az egy kicsikét keskenyek tűnik az a híd. Biztos van a közeljövőben, hogy legyen egy kis valami ott a hídnál, mert igen, csak és nem ment gyorsan az autó, és hát én picit így félreálltam, mert mélyjárókhíd? Igen, a mélyjárókhídnál, igen. Azt még az valahogy majd legyen a tervben, és akkor már köszönjük. Akkor a másik, nem tudom még, azt már azt hiszem a Drozdik úrnak szóltam, vagy a Jánosi úrnak, hogy ott, ahol a rendőr lakik, ott abban, a Porsó még házánál. Oda voltak egy nagy töm, sok-sok ilyen töm, hogy hívják ott, ilyen betontörmeléket. És nekünk az úgy jó volt, hogy úgy átjártunk ott a Székelyre, tudják, hol ott És amikor átmentetek úgy darabokért, nem vittetek belőle egy darabot? Hát nem, nagyon nehéz volt. És egyszer nem tudtam, hogy ott már le van zárva, de azért átmászkáltam rajta, mondom, Istenem, ide beállt. Drága Icukám. Biztos, hogy meg lesz, mert most már azért... Sanyi, hány tonnát mondtam? Hogy nem tudom, az biztos kell valóban. 30 tonnát termeltünk be a mélyjáróba, akkor a szakadékot mosott el a tavalyi durván három felhő szakadás. De még körülbelül, úgy szépen oldalra kirakva, még 30 tonna kell. Ez a betontörmelék több, mint valószínű oda lesz beépítve. Mi szeretnénk egy csodálatos védett falu vízfolyást kialakítani egy csodálatos sétánnyal, de tehát terveink vannak, álmodozunk, mert szeretünk álmodozni, és álmodozni jó. De amíg pénzt nem tudunk rá keríteni, most ez ezer az egy közül, ahova kellene pénz. Ezer az egy közül. Tehát, de nyugodj meg, a törmelék el fog onnan kerülni. Az is lesz. Azt garantáljuk, hogy az sétány is lesz, mert azért lett ott kialakítva, azon dolgoztunk a Szadanova embereivel, hát a Sanyikával, dolgoztunk ott egy hónap. Tehát
már kialakult gyönyörűen az átjárhatóság, minden, még ez a törmelék azért lett odavíve, hogy a oldalfalát a vízfolyásnak rögzítsük, és a nyáron ki fog alakulni a sétány, lesz egy sétányavatás, elénekeljük a Szajnaparton, úgyhogy akarjuk egyébként, viccet félretéve, meg van terveztetve, tehát akarjuk, hogy ott kandeláberek legyenek, padok legyenek, de hát pénz. Hát látni kell a lehetőséget. Na most... ...úrnak a hozzáállását is, meg a képviselőknek, polgármesternek, úgyhogy... Hát, nem tudom másképp hozzáállni, úgy akarunk hozzáállni, hogy örömet szerezni, nem tudunk másképp hozzáállni, muszáj vagyunk örömet szerezni, mert ha örömet szerezzünk, akkor ez jól eső érzés, és ezért vagyunk. Tehát én azért mondtam az úrnak is, hogy én fölvállalok mindent, mert ne én legyek akadálya bármi olyannak, ami pozitív, meglátjuk, hogy sikeredik, és a Rákóczi út nem volt olyan borzasztó, amikor ti építettétek a házatokat, akkor rögtön fölépült egy nap alatt. A Jóisten hogy tanult, a hány nap alatt teremtette meg a föl. Na, ennyit erről, úgyhogy azokat a nehézségeket azért kellett elviselnetek, mert most egy csodálatos kisvárosi utatok van. Ilyen bejárata a házatnak soha nem volt, ilyen vízelvezetése soha nem volt, ilyen kandeleverei soha nem voltak, egy kóc vezetékerdő volt, egy ápolatlan, törezedett út volt. Meg kell, hogy mondjam, hogy ezt is kellene egyszer már észrevenni. Ezt is kellene. Köszönöm. Mi észrevettünk, meg ugye tudják, hogy mi felünk rakadtuk a járdát, de hát nem sikerült, de így is nagyon. Hát tudom, hogy én is mindig az én felemre akarom a szomszédasszonyt hívni, de nem akar, nem sikerült. Tehát ez nem... Jó. Ha nincs több kérdés, akkor szeretnék még egy örömhírt közölni. A végére hagytam, már csak azért, hogy nehogy megszökjenek a delikvensek, mert féltem, hogy elmenek, és akartam, hogy itt maradjanak. Szeretnék dicsekedni, és megkérem a Paravi Judikét, mert a Évike gépel, szövegszerket. Megkérem a Paravi Judikét, álljon föl, és jöjjön ide középre, legyen kedves. Jó. Tessék megmutatni mindenkinek. Igen, Zsuzsika, legyen kedves fölállni, és a oklevelet is végig mutatni. Kérem szépen! Azért... Vannak nagyon őszetlen szadai munkatársak, akik közül most csak kettőt emelek ki, de a lakosok között is van egy jó pár, aki a köszönetünket élvezi, akik önzetlenül tesznek azért, hogy Szadának a külleme szép legyen. Van, aki nem vágja el a kapuja előtt a gazt egy méteres, majd az önkormányzat ezentúl nem vágja le a kapu előtt a gazt, még hogyha rossz megítélést kapunk, akkor sem. Mert az a polgárnak a dolga, meg az, hogy a portája rendben legyen, nem úgy nézzen ki, mint egy, nem is tudom micsoda, nem akarok jelzőt mondani, de vannak nagyon aranyos, nagyon szorgalmas jótettlelkek, meghirdettük a Virágos Szabályok mozgalmat, csodálatos dolgokat csináltak a házak előtt, és megnyertük a minisztériumnak ezt az oklevelet és ezt a kristály serlegét, amire nagyon büszkék vagyunk, Szada nevében büszkék vagyunk, szadai lakosok, akik ezért harcoltak és dolgoztak azok nevében, és engedjék meg, hogy a két főfamulus, aki itt rendkívül sokat tett, persze itt a
vagy az elnöke, vagy ennek a mozgalomnak, de hát az elnököket nem dicsérjük, csak a beosztottakat. Először is Kosik Vendelnét kérem, hogy ezt az oklevelet vegye át. Állj meg egy pillanatra, elmondom, hogy mi van ezen az oklevélen. Kosik Vendelné részére Szada Nagyközség önkormányzata köszönetét fejezi ki a Virágos Magyarországért környezet szépítő verseny keretében tett aktív részvételért és önzetlen munkájáért, aminek eredményeképpen Szada a Földművelési Minisztérium külön díját nyerte el. Fogadj szeretettel! Köszönöm a hozzájárulását és a támogatását. Ha bírom, csinálom, ha igényt tartozok. Hogy, hogy bírom, csinálom? Miért? Nem adtunk engedélyt, hogy ne bírjam. Hát miért? Hát... Jó, köszönöm szépen még egyszer. Egészség. És nagyon szívesen csináltam eddig. Köszönjük mi is. Agosné Faludi Andrea részére szintén szeretnék átadni egy, nem olvasom újra, ugyanaz a szövege. Tehát ezért... A díjért, amit kaptunk, a kedvesség rendkívül sokat kétkezűleg is ott dolgozott sok területen, személyesen meggyőződtem többször róla, hogy teljesen független területeken is ültette a virágot, és dolgozott azért, hogy ez a Virágos Szadályt mozgalom eredményt tudjon felmutatni. Ugye, Andrea, nagyon szépen köszönöm a munkádat. Fogadj szeretettel. Ez volt még a habatortán, és ha most még van valakinek valami észrevétele, nyugodtan mondja el, soha nem rohanjuk a polgároknak, mindent lehet. Van-e még? Ha nincs, akkor nagyon szépen köszönöm a megjelenést, és bezárom a közmeghallgatást. Jó éjszakát kívánok! Thank you.